Kasa ismét. Diós Győri szabadrúgást ítél. Megint Márkvárt. És a kapáslövés. Ott a fejes. Azzal szerzi meg a vezetést a DVTK, és a jelek szerint nem volt les. A 14. percben Ivanovszky góljával vendégvezetés Pakson. Rui Pedro nincs lesen. Lehet, hogy mégis eltalált, és pont ezért nem volt lesen. Ivanovszky sem. Nagyon érdekesen alakul ki ez a szituáció, ez a helyzet. Igen, minthogyha eltörte volna a labdát a portugál.